A vonal túlsó itt van már velünk Szakács András, a Méltányosság Politika Elemző Központása. Jó reggelt kívánunk! Jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Kicsit kapcsolódik a stafétához a hír, hogy a Jobbik a választási törvényt szeretné módosítani, az ellenzéki párt azt szeretné elérni, hogy szavazhassanak levélben azok a külföldön dolgozó magyar állampolgárok is, akiknek itthon van bejelentett lakcímük. Kósa Lajos, a Fidesz frakció vezetője már meg is szólalt ebben az ügyben, és politikai habverésnek minősítette az ellenzéki párt kezdeményezését. Le lehet vonni ebből azt a következtetést vonni, hogy nem nagyon tudnak, és nincs esélyük a politikai pártoknak a népszavazás intézményét megfelelően használni? Igen, azt lehet látni alapvetően, és ez nem csak magyarországi probléma, hanem egész Európában, sőt a világon, hogy mostani népszavazások egyre inkább a kormánypártok vagy a kormányok által kezdeményezett népszavazások felé tolódnak el, és ők, ezek a pártok jönnek ki belőle jól. Tehát valahogy kicsúszott ez igazából mondjuk úgy, hogy a nép, illetve az ellenzéki pártok kezéből nem igazán találják azokat a technikákat, a stratégiákat, hogy hogyan lehetne népszavazást felhasználni társadalmi vagy politikai célokra. Holott egyébként azt látjuk, hogy 1960 és 2000 között általában országonként egy darab referendum került átlagosan kiírásra, és 2000 óta ez megduplázódott 2, és ebben nincsenek benne a helyi népszavazások, tehát az országos népszavazások. Tehát gyakorlatilag egyre szélesedik és nő ezeknek a referendumnak a kultúrája, tehát egyre gyakoribbak. Például Litvániában 1984 óta 19 darab kérdést tettek fel ilyen formában, de nálunk is most már 13., ami most lesz októberben, és valahogy mégsem tud belőle kijönni jól az ellenzék. Ez alól persze kivétel volt az a bizonyos népszavazás, amit a Fidesz kezdeményezett, például a vizitdíjról, de alapvetően azt lehet látni, hogy a legtöbb ilyen népszavazás, nem csak Magyarországon, hanem Európában is a kormányzat vagy pedig a kormánypártok kezdeményezik, és annyira jól előkészítik, hogy nem engednek gyakorlatilag terepet és lehetőséget az ellenzéki pártoknak a kommunikációra, vagy hogy ők valamilyen politikai hasznot hajtsanak ebből. Az tehát akkor nem teljesen elítélendő dolog, hogy a kormánypárt kezdeményezi a népszavazást, hiszen valaminek a megerősítését vagy megcáfolását kéri az emberektől, de akkor azt viszont ki lehet mondani, hogy Magyarországon ez egyáltalán nem ellenzéki műfaj, egyáltalán egyet említett azt a bizonyos vizitdíjjal kapcsolatos népszavazást. Egész egyszerűen az ellenzéknek nincs lehetősége arra, említette például a kommunikáció képtelenséget, amit ugye a kormánypárt jó érzékkel és színvonalasan blokkol. Tehát akkor mi a megoldás? Akkor ne is jussunk el odáig, hogy van egy ötlet, és azt arra van remény, hogy keresztül menjen. Úgy tűnik, hogy nincsen, tehát akkor teljesen felesleges ez a próbálkozás. Ugye a legutóbbi MSZP által kezdeményezett népszavazás hiába gyűlt össze 225 ezer aláírás, végül is nem ment át. Tehát ez egy teljesen reménytelen vállalkozásnak tűnik. Az tűnik reménytelen vállalkozásnak, hogyha megosztó, vagy olyan kérdéseket tesz fel az ellenzék, úgy tűnik jelenleg Magyarországon, amik nem mozgatnak meg tömegeket. Tehát egyrészt ugye ne felejtsük el, hogy részvétel az nagyon magas a részvételi szabály, és hát ez a belépési küszöb, ez a 200 és egész magasnak tűnik az ellenzéki pártok jelenlegi szervezeti felkészültségéhez képest. Értem ez alatt, hogy hány helyi szervezetük van, hány aktivistájuk. Tehát valóban olyan kérdésekben kell feltenni, de akkor fel lehet, van rá esély, hogy kírják, amit nagyon az egész társadalmat megmozgatják. Ugye a vasárnapi zárvatartás az ilyen lett volna, tehát ez egyértelműen látszott, és nem véletlenül lépett a kormánypárt ebbe a kérdésbe, mert ott nem is volt gyakorlatilag az probléma, hogy összegyűjjön a 2000 aláírás, és az, szerintem az se, hogy érvényes legyen maga a népszavazás. És azért azt hozzá kell tenni, hogy a legtöbb olyan kérdés, amit a kormányzat Európában, Magyarországon
hír, azok olyan kérdések, amiben igazából valójában az ő álláspontja van már alapból többségben, tehát ez nem egy teljes mértékben a társadalmat, tehát nem azért teszik fel ezeket a kérdéseket, akár alkotmányról, vagy különböző kérdésekről Európában sem, mert hogy megosztanak, és akkor döntsük el, hanem mert a kormánypártnak van egy álláspontja, és így akarja gyakorlatilag legitimálni ezt az álláspontot, de alapvetően már megvan hozzá a többség. Tehát biztosan játszanak azért Európában is, meg a világon is a kormánypártok, amikor feltesznek egy-egy ilyen népszavazási kérdést. Persze van, amikor elbuknak ezek, tudunk ilyenekre példát, még egyébként a olyan helyeken is, és ahol alapvetően nem éppen demokratikus viszonyok vannak, még ott is buknak el különböző alkotmánymódosítások, vagy magáról az alkotmányról szóló népszavazások. Uruguayban, Chilében, Zimbabwében gyakorlatilag 55-60% voltak elutasított a kormányzat, vagy a vezető elit által kezdeményezett alkotmány módosításokat, vagy alkotmány bevezetéseket. Tehát ez egy nagyon-nagyon-nagyon veszélyes játék még a kormánypártok számára is. És azt mutatják a felmérések, hogy alapvetően nem is az eredményt lehet gyakorlatilag óriási kommunikációs kampánnyal megvenni, csak azt, hogy érvényes legyen egy választás, vagy azt, hogy egyáltalán összegyűjjön elég aláírás. Tehát itt nagyon befolyásolni pénzzel, kommunikációval csak a részvételt lehet. Az eredmény az már alapvetően benne van az emberekben. Kivételezve persze most lehet mondani, hogy Brexit, az egy nagyon kockázatos lépés volt, de az inkább egy kivétel, mint egy az alapszabályoknak megfelelő népszavazás van. Itt akkor maga most az intézmény, tehát a népszavazás mint intézménye kerül némi képzavarral élve egy ilyen furcsa spirálba vagy örvénybe, tehát hogy elértéktelenődik az intézmény, tehát nem hisznek benne, látják a kilátástalanságát, és akkor ez nyilván tovább gerjeszti a megvalósíthatatlanságát. Hát igen, tehát ez abszolút a kérdésfeltevőnek a felelőssége, a kérdéseket feltevők felelőssége, ugye ez nyilván ez a leértékelődés, ez gyakorlatilag egy sorozat, tehát ez egy folyamat, ez nem egy-egy kérdéstől értékelődik le, hanem ez alatt mondjuk Magyarországon 13 kérdés végén volt az, amikor most azt mondhatjuk, hogy ugye most már nem biztos a részvétel, vagy kicsit másra tekintenek az emberek a népszavazás intézményére. Ez ugye akkor szerintem akkor nem értékelődik el egy ilyen népszavazás, egyrészt, hogyha megosztó kérdésben teszünk föl egy népszavazási kérdést, akkor ugye nyilván az aktivizálhatja a társadalmat, vagy hogyha van egyfajta társadalmi igény, óriási felháborodás, vagy óriási erők mozognak a háttérben, hogy igen, erről akarunk egy népszavazást. De most jelenleg azért azt lehet látni, hogy az emberek, még ha egyértelműsítik a véleményüket, vagy jól kikutatható azt, hogy mit gondolnak ebben a népszavazási kérdésben, azt már nem feltétlenül gondolják, hogy erről egy népszavazást kell tartani. Tehát itt alapvetően most azt lehet látni, hogy maga a politikai cél egy bizonyos legitimáció szerzés, de pont nem az ellenzéki oldal előtt, vagy nem belpolitikai legitimációt akar szerezni a kormányzat ezzel a népszavazással. Szerintem, hanem alapvetően ezzel a népszavazás külföldnek szól, külföldet akar legitimálni egy belpolitikai és kicsit külpolitikai döntést is. Most egy vízióról beszélek, tehát nem kicsit elmozdulok a realitások talajáról, tehát egy sokak által hűn állított kormányváltás ugyanazt a felállást biztosítaná, tehát hogy megint csak a kormány tudná megfelelően és jól használni, tehát pillanatnyilag a jelenlegi ellenzék, az elkövetkezendő kormány tudná sikeresen maga irányítani és felhasználni a népszavazást? Ezt nem tudjuk, már csak azért sem, mert ugye itt az is attól is függ, hogy megmaradna a népszavazásnak a szabályai. Tehát megmarad ez a magas belépési küszöb, ez az 50%, akkor hiába kerül mondjuk ellenzékbe olyan párt, ami nagyon jól mozgósít, nyilván most ebben az esetben a Fideszre gondolok, de egyébként a Jobbiknak is most jelenleg jó a mozgósító ereje. Ha ilyen magas ez a küszöb, akkor lehet, hogy még ekkor sem sikerülne, még hogyha abszolút engedné egy jövőbeni kormányzat, egy jövőbeni fiktív kormányzat azt, hogy
hogy minél több kérdés menjen át a Nemzeti Választási Irodán, minél több népszavazást írjanak ki, azzal, még ha nem is lenne probléma, maga azzal, hogy érvényes és eredményes legyen a népszavazás, az már lehet probléma. És talán az még inkább demotiválja az embereket, meg még inkább leépíti a népszavazás intézményét, hogy oké, népszavazunk, de végül nem lesz eredménye, és nem lesz érvényes. Ez talán a legrosszabb lehetőség. Nagyon szépen köszönjük Szakács Andrásnak, a Méltányosság Politikai Elemző Központ munkatársának, hogy a staféta rovatot véleményével zárta.